A járvány legyőzése után újra kell indítani a gazdaságot, nem csak országosan, hanem helyi szinten is. Ezért kérte fel Szekszárd polgármestere Korcsmár Istvánt, az Aliszkabau ZRT alapító tulajdonosát, hogy hídemberként közvetítsen az önkormányzat és a megyei jogú városban működő gazdasági szereplők között. A Tolna megye gazdasági és közéletében is jól ismert üzletember azt tanácsolta a megyei jogú város vezetőjének, hozzanak létre egy cégvezetőkből és szakértőkből álló 8-10 tagú csoportot, akik a járvány lecsengése után egységes program kidolgozásával segítik majd a város gazdasági életének újbóli beindítását. Én azt gondolom, hogy ez a társaság abszolút politikamentes lesz, hiszen a polgármester úr, mikor felkért, én közöttem vele, hogy úgy vagyok hajlandó elvállalni, hogyha Bomba úrral egyeztetve, mint a gazdasági bizottság elnökével leültem, ő is nagyon jó ötletnek tartja a polgármester úrnak a felvetését. A cél tehát Szekszárd fejlesztése, az elmúlt hónapokban döcögössé vált beruházások újraindítása és a vállalkozók számára kedvező gazdasági környezet kialakítása a járvány legyőzését követően. Ki kell rángatni ezt a várost abból a kátyú, illetve az egész országot abból a kátyúból, amiben a pandémia miatt bekerültünk, nem lesz egyszerű. Tehát kezdve most ugye hétfőtől home office van mindenhol, folytatva attól, hogy a gazdasági életet becsukódni látszik. Mindegyikünk tudja, hogy a vendéglősök, szállodások hogy állnak. A gazdasági szakértőkből és cégvezetőkből álló kerekasztalnál helyet kapnak majd a legkisebb vállalkozásokat és szolgáltatókat képviselő szószólók is. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondja, a megyei jogú városnak és az ott működő cégeknek és a dolgozóiknak alapvető szükséglete ez a fajta együttműködés. Az újraindításban az önkormányzatnak megvan a szerepe. Mi majd tudunk pályázni, és ennek megfelelően tudjuk segíteni a helyi gazdaságot, és ha segítjük, akkor az iskolák, óvodák, munkahelyek biztonságban lesznek. Ács Rezső arról is beszélt, hogy korábban felkérte Illés Tamást, az Éjjel-Szekszárd önkormányzati képviselőjét is, hogy közvetítsen a vállalkozók és az önkormányzat között. Ő viszont visszautasította ezt a munkát. Ő ezt sajnos visszautasította, így most tovább kellett lépni, a kihívást megvan, ezt teljesíteni kell, ha nem velük, a többségi frakcióval, akkor a gazdaság szereplőivel közösen ki fogjuk találni azt a megoldást, ami a legjobb lesz mindannyiunk számára. A gazdasági szakemberekből és cégvezetőkből álló kerekasztal a tervek szerint nagyjából egy hónap múlva tudja megkezdeni a munkát.